Kamerák és kattogó fényképezőgépek előtt tették le csütörtökön a Kalocsát Paksal összekötő új Dunahíd alapkövét a folyó Bács-Kiskun megyei oldalán Fogtő közelében. Az 1133 méter hosszú építmény egy kétszer egysávos pályát kap az autóknak, és mindkét oldalán kerékpárutat alakítanak ki. Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondja, a híd komoly segítséget jelent majd abban, hogy az erőmű építésekor megfelelő számú szakember álljon rendelkezésre, hiszen sokan így Bács-Kiskun megyéből tudnak majd könnyen Paksra utazni, de például élelmiszert is egyszerűbb lesz a munkásoknak szállítani, valamint a turizmus is fellendülhet a térségben. A szállásai kihasználtsága is ezáltal nőhet, ugye kerékpárút is kapcsolódik a beruházáshoz, kerékpáros turizmusnak is lesz jelentősége, sokan kerékpároznak Paksról, most ugye Dunasz, Kömlőd, Madocsa, Bölcske felé, Földvárig még nem tudnak eljutni. A híddal együtt 60 kilométernyi út is épül a térségben. Font Sándor Bács-Kiskun megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője most arról beszélt, hogy a folyó Bács megyei szakaszán már most pozitív változásokat indított el a híd építése. Értékesebbek mind a termőföldi, mind a lakástulajdoni ingatlanok. Látjuk, hogy ahogy közelgünk a hídépítés valósága felé, sosem ott tartunk, az ingatlanárak elkezdtek mozogni. De ugyanilyen, amit mondtam hosszú távon, hogy most a paksi atomerőmű építkezésben gondolkodik mindenki, aki 10-15 éves időszakra fog itt majd egy rendkívül nagy mozgást és munkalehetőséget biztosítani. A teljes beruházás mintegy 92 milliárd forintba kerül majd. A hidat a tervek szerint 2024 nyarán tudják átadni.